Megosztott a brazil közvélemény a vasárnapi elnökválasztást követően, amelyen a szélsőjobboldali Jair Bolsonaro nyert. A reménybe félelem keveredik, sokan attól tartanak, hogy az új elnök korlátozza majd az emberi és a polgári szabadság jogokat, és hogy a volt katonatiszt a hadsereg támogatásával tekintélyelvű rendszert fog kiépíteni. Mindig is nagyon veszélyesen beszélt, de reméljük, hogy ez csupán retorika volt, és hogy az intézményeink és a társadalmunk elég erős, mondja ez a férfi. Legbelül nem hiszem, hogy igazán veszély fenyegetni a demokráciát. Szerintem jó, hogy Bolsonaro-t választották meg, mert 12 év munkáspárti uralom éppen elég volt, véli ez a fiatal ember. Nem is akarok beszélni róla, mondja ez a nő. Nem tudom, mi fog történni a szegényekkel, sem azt, hogy mi lesz az egészségügyel vagy az oktatással. A piacok is ellentmondásosan reagáltak Bolsonaro megválasztásának hírére. Szakértők szerint a politikus népszerűsége azzal magyarázható, hogy az emberek a gazdasági válság és a korrupciós botrány miatt elfordultak a munkáspártól.